Miniszteri elismerő oklevél az oltalom szeretett szolgálat részére Pintér Sándor belügyminisztertől. A 2023-as novemberi keltezésű oklevélhez a dicsőség mellett egy kristályváza és anyagi támogatás is járt, mondta el Laborci Géza, a szeretett szolgálat intézményvezetője. A belügyminiszter a közfoglalkoztatásban végzett szakmai munkánkért elismerő oklevéllel ajándékozta meg az intézményt ennek az évnek, a decembernek az elején, és melléje a felhasználható összegként a közfoglalkoztatás fejlesztésére felhasználható összegként 10 millió forintot is kapunk, amit a jövő évi kerettel együtt használhatunk majd föl, tehát azt jelenti, hogy akkor a minisztérium is számít arra, hogy folytatjuk, mi meg készséggel állunk rendelkezésre. Laborci Géza úgy látja, a pandémia lecsengése után sokan keresték őket adományaikkal, ami azt jelenti, hogy a lakosságban van együttérzés a krízis helyzetbe jutottak iránt. Az oltalom szeretett szolgálat számos intézményt működtet, a családok átmeneti otthonától, a szenvedélybetegek nappali ellátásán át az éjjeli menedékhelyig, melyeket évről évre nagyjából ugyanannyian vesznek igénybe. 300 körüli azoknak a száma, akiket ellátunk, ez a tendencia, vagy ez a szám, ez tulajdonképpen elég régóta hasonló, párhol lefelé, hol fölfelé elmozdulás ettől, és nyilvánvalóan, hogy megpróbálunk segíteni mindenek előtt abban, hogy akik hozzánk érkeznek, azok a lehet, tehát ne intézményfüggő emberek legyenek, hanem a lehető leghamarabb vissza tudjanak találni a normál életbe. Az intézményvezető a 2023-as évvel kapcsolatban hangsúlyozta, igyekeztek megfelelni a gazdasági élet kihívásainak, ezért energetikai korszerűsítésekbe fogtak. Ez az év ez egy erőt próbáló év volt, és ez nem az ellátásnak a színvonalát, nem az ellátásnak a mennyiségi vagy a minőségi részét érintette, hanem azt, hogy úgy tudjuk vinni a munkát, hogy ebből a ellátottak ne érezzenek semmit. Ez volt a nagy kihívás a mögöttünk lévő évben. És a minden nehézség ellenére két fontos történésről be tudok számolni. Egyrészt, hogy energetikai szempontból az elmúlt évben a teljes intézményünket át tudtuk alakítani, hogy a lehető leggazdaságosabban tudjunk működni. Hozzátette, 2023-ban egy új szolgáltatást is el tudtak indítani, ebben az évben ugyanis egy 25 fős pszichiátriai betegek nappali ellátó részleget hoztak létre a Rákóczi utcai telephelyen, amely a megnyitása óta folyamatos teltházzal működik.